Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk a stúdióban Megyeri Jonatán Rabbi, a neokon.hu főszerkesztője. Szervusz, köszönjük, hogy ma is elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Tamás, köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Ahogy a kedves hallgatók már megszokhatták, itt az Ultrahang csatornáján külpolitikával foglalkozunk, veled elsősorban Izraelről és az Egyesült Államokról szoktunk beszélgetni, és akkor kezdjük is Izraellel, ahol azt látom, hogy a hírekben folyamatosan arról megy a találgatás, hogy lesz-e tűzszünet Gázában, vagy nem lesz, vagy ha nem lesz, akkor Izrael mikor megy neki Rafahnak. Most ugye azt látjuk, hogy Benjamin Netanyahu egyrészt felállt a katari tárgyalóasztaltól, másrészt pedig úgy volt, hogy megy egy izraeli küldöttség az Egyesült Államokba, és akkor ott is ez lett volna a téma, hogy hogy legyen tűzszünet, de úgy tűnik, hogy nem megy ez a küldöttség, szóval most március 28-án mi a jelenlegi állapot, hol tart a háború, és hol tartanak a tűzszünetnek, vagy a békének a kilátásai? Szóval érdemes szétszálazni az eseményeket ismét. Nem tudom röviden megválaszolni, legjobb törekvésem ellenére sem. Mint a tenger. Oké. Tehát valóban van egy formálódó tűzszüneti megállapodás, amelynek különböző verziói voltak már. Ezek a különböző verziók részben, az izraeli részben a Hamas álláspontja alapján változtak. A legutóbbi, ha úgy tetszik, munkaképes verzió, tehát egy olyan verzió, amellyel mindkét fél dolgozni tudna, az egy olyan verzió, mely körülbelül 6-7-es tűzszünetet irányozna elő. Az összes túsz, az összes Hamas által fogvatartott 139 túsz, akikből legalább tudjuk, hogy 35-en már nem élnek. Tehát holttestek visszaadása és élők visszaadása. Valamilyen mennyiségű izraeli börtönökben raboskodó palesztin terrorista. Most a legutóbbi verzió szerint 7-800 letartóztatott terroristáról van szó, akikből egyébként százan köztörvényes gyilkosok, tehát hogy egészen biztos, tényleges emberölést elkövetett emberek, a többiek között vannak terrorizmust, vagy terrorista eseményeket tervezők, stb. Tehát mindenképpen veszélyes figurák, és így nyitok egy zárójelet, az október 7-i brutális terrortámadás kitervelője, vagy katonai vezetője, egy Yahya Sinwar nevű palesztin terrorista is izraeli börtönökben raboskodott, és onnan lett kiadva néhány évvel ezelőtt a Gilad Shalit deal nyomán, úgyhogy tudjuk azt, hogy ez mennyire elképesztően veszélyes Izrael számára, hogyha ilyen embereket átadnak palesztinoknak. Csak egy gyors kérdés ide, hogy szerinted ebben a mostani felfokozott hangulatban, amikor azért mind a palesztin oldalon, mind az izraeli oldalon talán még több az indulat, még több a harag, nem sokkal veszélyesebb kiadni több száz vagy bármennyi olyan potenciális terrorista jelöltet, akinek vagy van ilyen előélete, ott ül egy börtönben, nyilván hajtja a bosszúvágy, és akkor hazamegy egy olyan környezetbe, ami egyrészt örömittas az október 7-i események miatt, másrészt meg iszonyatosan frusztrált és bosszúvágyú az október 7-ét követő történtek miatt. Éppen ezért, olyannyira igazad van, hogy éppen ezért nincs is konszenzus sem az izraeli politikai életben, sem pedig a társadalomban, ugyanis egy oldalról visszakapnánk 100 élő embert, és tehát a túszokat, mindenképpen vissza kell őket kérni, ez nem is kérdés, de viszont azzal, hogy visszaadsz terroristát, ki tudja, hogy ő majd milyen terrorcselekményt fog elkövetni, és még egyszer, az eddigi tapasztalatok nem jók, tehát a kiadott terroristáknak a többsége, az továbbra az visszatér, és továbbra is terrorista lesz, vagy még ha úgy tetszik, nem tudom, hogy van egy ilyen magyar szó, most ha nincs, akkor kitalálom, még terroristább lesz, mint volt. Lásd Yahya Sinwar, akit egyébként izraeli kórházakban kezeltek a rákos betegségével, és utána kiadod, és akkor utána két évvel később meg a jóisten mentsen tőle, de valamilyen terrorcselekményt had végre. Tehát ez egy nagyon súlyos morális dilemma, hogy miért többet, lehet, hogy potenciálisan sokkal több ember életbe fog kerülni az, hogy kiadsz egy terroristát. Tehát ez a rabbi énedet venném itt most elő, hogy ugye az ember élet az a Tórában, illetve a zsidó vallásban talán a legfontosabb, tehát az ember életet még a törvény, tehát az ember élet védelmében akár még a törvényt is meg lehet szegni, ha jól értem. A túszok élete a fontosabb, azért a százvalahány emberé, vagy a társadalom biztonsága, amit nem lehet megszámolni, de a biztonság érzet, meg a nagyobb rossz elkerülése. Szóval tudom, hogy ezek ilyen nagyon mély erkölcsi dilemmák, ezért is merem ezt veled megbeszélni, mert te egy rabbi vagy, hogy ilyenkor ez, hogy fut le ez a program Izraelben, az izraeli társadalomban, illetve egy alkérdés, hogy az izraeli
kormányzat, ami hivatalosan egy szekuláris kormányzat, de tudjuk, hogy vannak benne vallásos pártok is, meg maga az izraeli társadalom is talán sokkal vallásosabb. Hogyan hoz ilyenkor, mennyire veszi figyelembe a vallást a politikai döntésekben? Oké, akkor nézzük meg, a zsidó vallásjogban az ember élet valóban minden, tulajdonképpen három parancsolatot tekintve minden parancsolat megszeghető az emberi élet megmentése érdekében, vagy és egyébként a túszók kiszabadítása, foglyok, sőt nem is túszók, foglyok kiszabadítása az egy olyan parancsolat, amely szinte felülír szinte minden más parancsolatot. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt kell és muszáj fektetni. Ugyanakkor a zsidó vallásjog, és most persze leegyszerűsítem, mert szétfesztél a műsorkeretet, hogyha itt bővebben mondanám, de a zsidó vallásjog meghúz egy vonalat, hogy milyen áron lehet foglyot kiszabadítani sanyargatók börtönéből, vagy akár túszokat sanyargatók börtönéből, és az árat ott húzza meg, hogy amennyi a foglynak az értéke. És itt nem feltétlenül monetáris értékről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy nem szeretnénk azt, hogyha látják, hogy én bármi árat hajlandó vagyok kifizetni egy túszért, és itt még egyszer nem feltétlenül sok pénz árat, akkor utána ez ösztönzi a további túszedésre a túszedőt, hogy hát akkor ez egy könnyű pénzkereseti lehetőség. Ekkor nem kell kiszabadítanod egy túszt, vagy foglyot a börtönből, tehát hogy van egy határ, aminél is. Itt ez egy nagyon kényes téma, mert ugyanis amikor választanod kell tényleges veszély és egy majdani potenciális veszély között, akkor a tényleges veszély a fontos, ergo van most 130 túsz, azoknak az élet, vagy 100, kicsit több mint 100 élő túsz, azoknak az életét kell megmenteni, az egy clear and present danger, tehát az ő életük egy teljesen tisztán és érthetően egy világosan veszélyben van, ez felülírja egy majdani életek kioltását. No de itt a majdani életek kioltására precedenseink vannak, hogy ezek a majdani életek, ezek ténylegesen megtörténnek, és lehet, hogy sokkal több, sokkal számosabban lesznek. Ezért nem egy egyszerű kérdés, hogy vajon tényleg megmenthetsz-e 130 túszt annak érdekében, hogy aztán később ki tudja, milyen áldozatokat fognak szedni, de tovább megyek. Több mint 300 katona halt meg, izraeli katona ennek a 130 túsznak a kiszabadítása érdekében. Ez is felvet morális kérdéseket, hogy hát várjatok, hát egyelőre többe kerül, pusztán emberéletet nézzünk, akkor többe kerül a túszok kiszabadítása, mint a saját katonáink, nem felejtve persze azt a tényt, hogy a katonák nem csak a túszok kiszabadításán szorgoskodnak, hanem azon dolgoznak, hogy ezt a terrorszervezetet eltüntessék a földszínéről. No, tehát vannak ilyen morális dilemmák, ez való igaz, és akkor van egy ilyen formálódó túszalkú, hogy akkor hány Izrael ragaszkodik az összes túsz megkapásához, a Hamasznak a legfontosabb pont, amihez ragaszkodik, az tulajdonképpen az, hogy Izrael egy 6 hetes fegyverszünetet, vagy tűzszünetet ajánl, de nem egy végleges háború lezárását. Ergo 6 hét múlva, és hát itt az idő az nem Izraelnek dolgozik, ez a 6 hét, ez nagyon-nagyon sok idő a Hamasznak újra felfegyverkezni, sok idő a megfelelő embereknek elmenekülni onnan, összezárni a soraikat, stb. Tehát 6 hét az nagyon-nagyon hosszú idő. Ez alatt tulajdonképpen hírehamva nem lehet a terroristáknak, hogyha ők úgy akarják, és sajnos ennek a veszélye fennáll. Nos, tehát van egy ilyen formálódó béke, vagy tűzszüneti megállapodás. Az amerikaiak ezt nagyon nyomták, hogy ez Ramadán hónap, az iszlám muszlim szent hónap idején történjen meg, ami ugye most éppen az első harmadában vagyunk. Azt lehet mondani, hogy Ramadánkor sokkal feszültebbek egyébként a muszlimok, mert hogy nappal nem esznek. Mert hogy éhesek. Egyébként simán lehet. Meg hát egyáltalán egy felemelkedettebb spirituális hangulatban vannak, és ez azért a radikálisakat mindenképpen, a radikalizmus mindenképpen erősíti. Itt csak csöndben jegyzem meg, nem kis cinizmussal, hogy nem tudom, miért várja el bárki a zsidó államtól, hogy tisztelettel legyen egy vallás, mondjuk egy iszlám vallási ünnepre, miközben, vagy muszlim vallási ünnepre, miközben ugye az eminens október 7-i támadás az pont egy zsidó ünnepen, sabátkor és egy zsidó ünnepen történt, illetve hát a jomkipuri háború is a legszentebb zsidó ünnepen történt, tehát úgy tűnik, hogy a másik oldalt azért ezek az ünnepek annyira nem zavarják. De tény és való, hogy Ramadán mindig egy feszült időszak. Ez nem történt meg, tárgyalócsoport tárgyalt Katárban, ott a Hamász olyan
ez szinte felfoghatatlan, hogy a Hamásszal hogy lehet diplomáciai úton egyáltalán tárgyalni. Ez tényleg felfoghatatlan számomra. Ezek gyilkosok, ezek terrorista gyilkosok, ezeket leültetni egy fehér tárgyóasztalhoz egyenlő félként, ez egyszerűen a nonsens kategóriája, de mégis szükség törvénybont, tehát és Izrael hazarendelte a diplomáciai tárgyalócsoportot, ezzel párhuzamosan, vagy pontosabban ezután az Egyesült Államokban zajlott egy egyeztetés, amin kint volt az izraeli védelmi miniszter, Yoav Gallant, és tárgyalt az amerikai védelmi miniszterrel, Lloyd Austinnal, és vezető diplomatákkal. Őket kellett volna kövesse egy másik hozzá csatlakozni kellett volna egy pár másik izraeli miniszternek és vezetőnek, egyébként nem magának Netanyahu-nak, de rajta kívül szinte mindenki másnak. De mikor az Egyesült Államok az ENSZ biztonsági tanácsában nem élt a vétójogával néhány nappal ezelőtt, és megszavazott egy Ramadán alatti tűzszünet, ENSZ-BT tűzszüneti javaslatot, amely viszont ezt a tűzszünetet nem kötötte a túszok kiadásához, és az USA ezt életett volna a vétójogával, de nem élt, ezt az izraeli vezetés rendkívül ellenszenvet váltott ki, úgyhogy nem csak a Katárból rendelték vissza a tárgyalócsoportot, hanem Netanyahu azonnak a minisztereknek is megtiltott, hogy Washingtonba menjenek további tárgyalásokra, zárójelet nyitok, később annyival szépített Netanyahu, hogy azt mondta, hogy csak egyértelművé akarja tenni, hogy a Hamas ne gondolja azt, hogy különböző ENSZ-BT határozatokkal, amelyek egyébként nem is kötelező érvényűek, tehát hogy ne ENSZ-BT határozatokkal fogja majd Izraelt megállítani a Hamas, ezt ne gondolja senki, ENSZ-BT határozatokkal nem mentek semmire, üzeni Netanyahu Hamasnak, és ez volt az üzenet Amerika felé is, vagy főként a Hamas felé, úgyhogy most már nem zárkózik el attól, hogy későbbiekben, de azért ezt a fontos üzenetet ezt mindenképpen közvetíteni akarta a terrorszervezet irányába. Lehet azt mondani, hogy még inkább fokozódik a feszültség Izrael és az Egyesült Államok között azért, mert Izrael úgy érzi, hogy az Egyesült Államok nem megfelelően áll ki mellette. Vagy egyáltalán mi a konfliktus oka? Abszolút kézzelfogható és kitapintható ez a feszültség. Ugye itt is több dolog játszik szerepet, egyrésztről kezd elfáradni, nem csak az Egyesült Államok, hanem a világ is, a közvélemény is kezd elfáradni ebbe a háborúba, és látjuk, mi történik a hosszan tartó háborúkkal, lásd Ukrajna, elfáradt a világ közvéleménye, és gyors megoldásokat, vagy már gyors megoldás már nem lesz, de azonnali megoldásokat akar. Ennek a konfliktusnak nem lesz azonnali megoldása, hiába akarja a világ, hiába akarja Amerika, Hamászt egyszerűen meg kell szüntetni. Tehát itt nincs más megoldás, ha félbehagyják ezt a háborút, akkor kár volt elkezdeni, mert nem oldódik meg semmi maximum. Ahogy angolul mondják, kick the can down the road, tehát egy-két évvel akár elhúztuk a probléma megoldását, de a problémát kitoltuk, de nem oldottuk meg. Ugyanakkor ugye persze Biden elnökre is egy folyamatos nyomás helyezedik, illetve az amerikai kormányra a közelgő amerikai választásokra. Erről beszéltünk egy korábbi alkalommal itt ebben a stúdióban. Michigan és Nevada állam, nagyfokú muszlim közössége, közel-keleti bevándorlók, sok arab, kellenek a szavazatok. Ez egy billegő állam, egy swing state, ami nagyon fontos lenne Bidennek. Ő ezekért az államokért úgy tűnik, hogy a demokrata párt hajlandó puhítani az Izraellel kapcsolatos kiállásával, ami mindenképpen szégyenletes és nem helyes. De azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Netanyahu-ra magára is helyeződik egy nagyon komoly társadalmi nyomás, hiszen amúgy se túl népszerű éppen, B, a túszok családjai egyre inkább türelmetlenek, és joggal türelmetlenek. Én magam, ez itt nem a reklám helyed, én magam készítettem riportot néhány nappal ezelőtt egy túsz édesanyjával, és egészen, aki még mindig ott van, egy 20 éves fiatalember Gázában túszként, semmit nem tudni róla, egészen drámai történetek ezek. Eközben az Economist pedig egy nagyon hatásos címlappal jelentkezett, az van ráírva, hogy Izrael egyedül van, és ebben többek között azt írják, hogy a 75 éves fennállásának időszakában Izrael talán most van a legnehezebb helyzetben, illetve hogy több ok is vezet az elszigeteltséghez. Izrael 75 éves fennállásának legrosszabb pályájára kerülhet, amely végtelen megszállással, kemény jobboldali politikai
politikával és elszigeteltséggel jár. Ma sok izraeli tagadja ezt, de a politikai szenvedés előbb-utóbb el fog jönni. Ez nem csak a palesztinok sorsát fogja meghatározni, hanem azt is, hogy Izrael a következő 75 évben boldogul-e, figyelmeztet a lap. Mit gondolsz ezekről a mondatokról? Súlyos állításoknak gondolom őket. Nem alaptalanok, de rendkívül súlyos állítások. Tény is való, hogy Izraelben ketyeg a demográfiai bomba, és nem, elnézést az ízetlen szóhasználatért, és más értelemben, mint ahogy a nyugati világban. Ugye az arab kérdést, a palesztin kérdést, ha úgy tetszik, Izraelnek előbb-utóbb meg kell oldania, az idő nem neki dolgozik, mert egyre csak többen vannak. Most beszélünk jelenleg kb. 6 millió palesztinról, akik magukat palesztinnak mondják, ugye tekintettel arra, hogy ez az etnikum nem egy létező, ez egy mesterséges etnikum, de akik magukat palesztinnak mondják, ezekkel valamit kezdeni kell. Itt három megoldás lehetséges. Integrálni őket az izraeli társadalomba, ez nem fog megtörténni, mert az végét jelenteni egyben a zsidó államnak. Tehát az egyállami megoldás, ami csak egy zsidó állam, a folyótól a tengerig, ahogy mondják, és oda az izraeli állampolgárságot adni az araboknak, az azt jelenteni, hogy lenne összesen most 6 millió arab, mert 2 millió már most Izraelben él, tehát lenne 6 millió arab és 7 millió zsidó. Itt a zsidó nemzetállamiság az nagyon hamar eltűnhet. Ez nem lehet egy megoldás. Második megoldás egy palesztin állam, valamiféle állam kreálása, amely állampolgárságot tudna adni ezeknek a palesztin araboknak. Egy harmadik megoldás pedig, és erről egyre több szó esik, ami nem tudom, hogy mennyire reális most, 50 évvel ezelőtt biztos sokkal reálisabb lett volna, de azért az már érdekes, hogy erre kezdik el a világot kondicionálni, hogy a palesztinoknak más megoldást mutatni, mint ez azon a földön való boldogulás, tehát esetleg más arab országok szippantanák föl, vagy afrikai országok szippantanák föl. Elmennének? Ez egy nagyon jó kérdés. Mielőtt bárki fölhőköl, hogy ez milyen borzasztóan brutális megoldás, nem az, és egyébként nem precedens nélküli. Tehát ilyenfajta népességcserés megoldások még a 20. században is bőséggel voltak, és jó, nem háborús körülmények között. Nem feltétlenül, ha például hát persze a kérdés, hogy mit nevezünk diktatúrának, ugye a nyugati világban nem annyira, de például ma Pakisztánban történik valami hasonló, nagyszámú népességet pakolnak ki az országból és helyeznek át környező országokba, például Afganisztánba, ilyen vagy olyan okokból, és a nagy szám alatt százezreket, milliós nagyságrendet értem, aztán most 2 milliónál tartanak éppen. Tehát, hogy sok-sok-sok ember, de elég csak a szíriai menekültekre, meg az észak-afrikai, vagy afrikai menekültekre gondolni mondjuk az európai kontinensen, azért itt már milliók keresnek új hazát, és oké, ez okoz társadalmi feszültséget, de csak azért, mert nincs a dolog rendesen megtervezve, kimondva, törvények közé szorítva, és a többi. Tehát ez valamilyen módon egy reális megoldás lehet. Te látod annak realitását? Tehát, hogyha ezt így elsőre hallja az ember, akkor egyből látja a címlapokat, igen, hogy a magyar rabbi azt mondta, hogy ki kell telepíteni az arabokat. Nem szeretnék ilyen címlapokat látni. Igen, én látom ennek a politikai realitását. De nyilván akik ott vannak, azok már azért életük, vérük áram, most a palesztinoknak nevezett Izraelben élő arabokra gondolok, hát az generációkon átívelően ott megőrizték a saját területüket, integritásukat, a területüket úgy értem, hogy a házukat, nem úgy, hogy az államiságukat. Bárki félreérti, én csak azt prezentálom, amely a közbeszédben, a nemzetközi sajtóban megjelenik. De ehhez kéne gondolatot. Az Egyesült Államok, Oroszország. Ez sok mindenki. Tehát... Így van. Nézd, a Gázában van 2 millió polgár jelenleg Gázában, a 2 millió polgár 80%-a támogatja a Hamaszt. Ugye nekik izraeli állampolgárságot adni az természetes őrület volna, és egyébként tulajdonképpen úgy hagyni mindent, ahogy van, az sem volna kifejezetten kifizetődő. Azért azt látjuk, hogy ez nem egy normális állapot egy ilyen terrorfenyegetettségben élni. Tehát én csak felvázoltam, hogy milyen politikai realitások lehetnek, és azt is mondtam, számomra igen meglepő, én a 80-as évek eleje óta nem hallottam, mert fiatal ember voltam, de hogy nem olvastam a 80-as évek eleje óta ilyen szenáriót, hogy esetleg egy nagyobb népesség mozgással lehetne megoldani a problémát. Ez az elmúlt 30 évben nem volt politikai közbeszéd témája, most megint az,
most megint az. Kíváncsian várom, hogy ez vajon a közvélemény kondicionálása éje vagy sem. Egyébként ide hadd tegyek fel olyan kérdés, hogy szerinted miért ennyire fontos az a terület a zsidókon kívül másoknak? Mert az, hogy a zsidóknak miért fontos, hiszen ott vannak a szent helyek, a történelmi előzmények, azt abszolút értem, de hogy ott van Jordánia, ahol azért ugyanúgy mondjuk a természeti adottságok, földrajzi, környezeti adottságok, erőforrások adottak lennének egy jó élethez akár. És hát Jordániában palesztinok élnek. Igen. Hogy, tehát Jordánia az egy de facto palesztin állam. Hogy igen, bár a király ugye pont nem palesztin. Tehát igen, de a többség a társadalomnak valami 70% az palesztin. Hogy miért nem jó az, hogy ott Jordániában mondjuk építenek egy virágzó palesztin államot akár, és akkor tényleg Izraelt meg hadd építsék a zsidók. Ez az alapvető talking point. Tehát ez tulajdonképpen, amit te most mondasz, ez az alapvető, ez az alapvetés. A következőről van szó. Egy kis történelmi visszatekintés. Izrael állam 1948-ban alakult egy 47 novemberi ENSZ határozat alapján, de valójában Isten igazából nem ezt teremtette meg Izrael megalakulásának jogi kereteit. Nem az 1947-es ENSZ határozata, amely döntött két államról, egy zsidó és egy arab, hangsúlyozottam arab államról, nem palesztin államról, akkor ez a szó még nem létezett, arab államról. Pontosabban palesztina létezett, de a palesztinok voltak az a zsidók, az Izraelben élő zsidók is palesztinok voltak. A Jerusalem Postot úgy hívták régen, hogy Palestine Post, és a Golda Meir palesztin állampolgár volt az államalkulás előtt, mert a területet úgy hívták, hogy Palesztina, és egyébként az ottomán birodalomhoz tartozott, aztán meg az angol, a brit mandátumhoz. Na, a lényeg, hogy az ENSZ 1947-ben az ENSZ-nek, és ma sincs joga arra, hogy államokat hozzon létre, vagy szüntessen meg. Erre az ENSZ-nek nincsen mandátuma az alapkartája szerint. Tehát Izrael nem, ez a 47-es ENSZ határozat, ez nem kötelező döntött, ezért nem kötelező érvény, ez egy javaslat volt arra, hogy hogyan kellene ezt a területet felosztani. Azt a területet, amely egyébként a Jordán folyótól a földközi tengerig tart. Most, mi előzte meg ezt a 47-es ENSZ határozatot? Megelőzte egy 1920-as évek elején San Remo-ban tartott konferencia, amelyben az ENSZ elődje, az úgynevezett népszövetség vezetői találkoztak. Ezek között ott volt az angol külügyminiszter, a francia külügyminiszter, az akkori nagyhatalmak, Amerika és a többi, akik határoztak a Közel-Kelet felosztásáról. Beszélünk az első világháború után, az ottomán birodalom szétesésekor. Ezt nagyon kevesen, és nagyon kevés figyelem van erről a San Remo-i konferenciáról, ott ez a legfontosabb. Fölbomlik az ottomán birodalom, ugye elveszti az első világháborút, egy hatalmas terület fölött uralkodott, tehát távol-keletig nyúló, és szinte az egész közel-keletet magába foglaló birodalomról van szó. Ennek a felosztás történt meg, úgynevezett mandátumos rendszerben. Több ilyen mandátum volt. A brit mandátum Palesztinában az csak az egyike volt ezeknek a mandátumoknak. A legismertebb vagy híresebb az úgynevezett mezopotámiai mandátum volt. Ez alapján jött létre Irak például, mint önálló ország. Ezek a határok, ha valaki ránéz a térképre, sokszor... Ez a körzővel megrajzolt. Körzővel, vonalzóval megrajzolt. Sőt, igen, vonalzóval megrajzolt határok. Teljesen mesterségesek, és nem nemzet alapúak, tekintettel arra, hogy ott nincsenek nemzetek arra felé, nem törzsi berendezkedésben éltek a különböző népek. Most ez a, és akkor maradjunk, és nem akarok ide nagyon sokáig elkalandozni, de ez a San Remo-i konferencia, ez a San Remo-i gyűlés határozott egy brit mandátumról Palesztinában. Az a terület, a brit mandátum területe, Tamás, az magába foglalta a ma teljes Izraelt, tehát Cisjordániástól, Gázástól, tehát teljes Izraelt, és a mai Jordániát. Ez mind a brit úgynevezett palesztinai mandátumhoz kötődött. Azzal a megjegyzéssel, hogy ez lesz a brit palesztinai mandátum, ahol zsidó, és ha majd erre, ugye mi volt a mandátumok lényege az, hogy hát az ott élő népek még nem készek arra, hogy saját maguk menedzseljék az életüket, őket erre fel kell készíteni, és addig is legyünk egy ilyen felügyelőt, szerepet töltsünk be. Közigazgatási gyarmat. Pontosan, és majd a hosszú távú kifutás az lesz, hogy saját államot tudnak majd alapítani, amikor majd ők erre készen állnak. Mondták ezt a nyugati vezetők, akik úgy gondolták, hogy ők tudják, hogy hogyan kell ezt csinálni.
És volt egy lábjegyzetes megjegyzés szinte, ami azt mondta, hogy hát ez nagy ellenállásba ütközik ott a zsidó-arab ország, akkor ezt fel lehet osztani ezt a területet több részre, és az angolok éltek is ezzel a lehetőséggel, és egy évvel később, talán szerintem egy évvel később, fel is osztották a területet Transzjordániára. Ez lett a jordániai királyság, ide beültették az általad mondott Hasemita a család vagy klán vezetőjét, egy kisebbségi törzs vezetőjét, a Hasemita családot, ez lesz a jordán királyi család, ez lesz Jordánia, megalakul 1920-as években, és Palesztinát meg megtartották a Jordán folyó nyugati oldalán, pedig megtartották még mindig brit mandátum alatt, tehát tulajdonképpen de facto létrehoztak egy palesztin államot. És ide azért érdemes kiemelni, hogy itt ezen a területen például akkor is éltek zsidók már, tehát a brit mandátum alatt bőven, meg a történelem folyamán végig, és éltek arabok is. Hogyne, éltek arabok is, körülbelül háromszor annyian egyébként, mint zsidók, mind a kette jó kevesen éltek, tehát volt, mint tudom én, nem tudom, 300 ezer zsidó, meg 600 ezer arab, vagy 700 ezer arab, valahogy így, tehát körülbelül ez volt a szám és az arány is. Ezek voltak tehát a Jordántól nyugatra nagyon fejletlen sivatagos terület, ami maradt brit mandátum. Keletre létrehoztak egy arab államot, egy palesztin államot, ha úgy tetszik, egy arab államot úgy hívják, hogy Jordánia, ahol etnikailag palesztinok éltek. És ezt követte aztán, amikor még mindig az angolok még mindig nem oldották meg a zsidó államlét, az lett volna logikus, hogy ugyanakkor megalakítanak egy zsidó államot is Palesztinában, és akkor ezáltal megvalósul az arab zsidó, de nem csinálták ezt meg az volt angolok. Volt rá szándék, vagy igény? Nem volt rá szándék. Azt tudom, hogy szándék, hogy igény volt rá? Hogyne? Egyébként az, hogy a zsidóság visszatérhessen a földjére, ugye a miután Titus Krisztus után 70-ben lerombolja a templomot, utána volt a szétszóratás. Szóval, hogy voltak ilyen cionista törekvések akár a történelem folyamán végig, vagy ez csak a 20. században merült Sok-sok ilyen törekvés volt, ugye nem nevezzük cionizmusnak az, hogy politikai értelmében. Cion az Izrael, és szűkebb értelemben Jeruzsálemnek a szinonimája, tehát a cionizmus az az, hogy zsidó ország Izrael területén. Igen, voltak ilyen törekvések, sok. Először is mindig volt, folyamatosan volt, még Titus után is volt folyamatosan egy zsidó jelenlét, kezdetben még egész nagy, és még a középkorban is volt, csak valamikor kisebb, valamikor nagyobb, 1500-as években nagyon nagy volt, relatíven nagyon nagy volt, tehát sok tízezer ember, ez mindig, a zsidók száma a Szentföld területén folyamatosan nőtt és csökkent, de mindig volt, tehát folyamatosan volt zsidó jelenlét. Most akkor és aztán persze a 19. században megindul, vagy 18. században megindul egy alia hullám, úgynevezett nagy alia hullám, amikor vallási okokból zsidó csoportok Európából úgy látják, hogy ideje visszatérni a Szentföldre, ezt meg lehet tenni, mert az ottomán birodalom erre lehetőséget ad. Ráadásul a zsidók többsége a cári Oroszországban élt itt Európában. Oroszország folyamatosan fasírtban volt az ottomán birodalommal, úgyhogy még borsot is lehetett törni az orra alá, hogyha orosz állampolgársággal rendelkező zsidók mennek az ottomán birodalom területére. De az hogy lehet, hogy az ottomán birodalom, ami egy vállaltan vallási állam volt, és gyakorlatilag az iszlámnak, tehát a kalifátuson, meg mindenen keresztül, szóval, hogy ott, mintha nagyobb békesség lett volna a zsidó és arab lakosság között, vagy zsidó és muszlim lakosság között, mint most, vagy akkor sem volt békesség? Akkor egy ideig békesség volt, amikor a zsidók elkezdtek nagy számban megjelenni, akkor az már zavarta azért az ott élő arabok csőrét, illetve amikor illetve ugye voltak különböző és egész komoly zsidó földfelvásárlások az ottomán birodalomban, itt európai zsidók, a Rothschildok például, vagy Montefiori és mások komoly összegeket szántak arra, hogy zsidóknak, az ott élő zsidóknak mezőgazdasági lehetőségeket teremtsenek földvásárlás által. Amikor elért ez már egy olyan kritikus pontot, amely már szemet szúrt az ottománoknak, hogy jópá, ezek nagyon sok földet vesznek itt, és egyre többen jönnek, akkor beindultak ezek a feszültségek, amelyek aztán később lettek. De amit mindenképpen fontos lenne elmondani tehát, az, hogy a Sanremói konferencia határozott egy arab és egy zsidó államról, neki az a népszövetség rendezte, akinek volt joga egyébként államokat létrehozni. Ez a jog az, amely létrehozta Irakot, ez a jog az, amely létrehozta aztán később Jordániát, Iránt, Szaúd-Arábiát, Libanont, Szíriát, tehát a mai ország határokat, ez a Sanremói ország, ez a határozat, mert ennek a népszövetségnek volt erre jogosítványa az ENSZ-el ellentétben. Tehát ha úgy tetszik, és itt Izrael elkövet egy borzasztó nagy hibát, hogy nem súlykolta ezt folyamatosan, hogy de hát srácok, hát van már egy palesztin arab állam, úgy hívják, hogy Jordánia. Tehát visszavezetve az előző és a mai
problémához, tehát nem volna ördögtől való azt mondani, hogy hát srácok, hát van egy Jordánia gyarabország. Csak ugye Jordániában egy különleges helyzet van. Hogy említettük, ott egy kisebbségi család uralkodik, egy kisebbségi etnikum uralkodik a többség felett. És voltak bizony a 80-as év, volt forradalom Jordániában, amelyben meg akarták dönteni a hasemita királyságot, egyébként pont a jordán palesztinok, amely forradalom élesen él a jordán király, nem ő volt a király, az apja, de az emlékezetben, és ettől úgy fél, mint borzasztóan fél. Tehát semmiképpen nem akarna még palesztinokat beengedni Jordániába, mert ott is nagyon ügyel a demográfiai, hát egyensúly nincsen, de a jelenlegi demográfiai összetételre. Az, amit az Economist cikk ír, hogy a következő 75 év akár sokkal nehezebb lehet, ezt te is így látod, vagy itt lehet olyan salamoni megoldás, ami erről a mostani, hát kifejezetten rossz állapotról, tehát hogy van-e igazságos mindenki vagy a többség számára megnyugtató megoldás, amivel konszolidálni lehet ezt a helyzetet stabilan és fenntartható módon? Ugye az Egyesült Államok politikáját érdemes remélhetőleg külön tudjuk választani majd egy novemberi választások után. Én attól tartok, hogy még november nagyon messze van, még addig van 8 hónap, vagy 7-8 hónap, és az elég félelmetesen hangzik, hogy ez egy túl hosszú idő ahhoz, hogy végzetes döntéseket hozzanak esetleg az Egyesült Államokban, ami semmiképpen nem volna jó. Tehát hosszú olyan döntéseket, amelyek visszafordíthatatlanok, esetlegesen egy adminisztráció cserekor. Én abban reménykedem, hogy az amerikai választások kimenetele, egyébként is én reménykedem egy republikánus győzelemben, ezen nem árulok el titkot, de az abban is reménykedem, hogy ha ez esetleg nem történik meg, akkor is egy konszolidáltabb demokrata győzelem lesz, magyarul a mostani demokrata párton belüli radikális baloldali szárny az visszaszorulóban lesz. Erre nagyon kicsi sajnos az esély. Bocsánat, még egy kérdés, de hogy ugye itt most Anthony Blinkennek kulcs szerepe van ebben, és sokan azzal érvelnek, hogy hát ha a zsidó származású Anthony Blinken így áll Izraelhez, akkor valószínűleg mégiscsak igazak azok a mondatok, hogy Izrael terrorállam túlkapásokat hajt végre, és abba kell hagyni azt, amit Gázában csinál. Én úgy tudom egyébként, hogy Anthony Blinken ténylegesen nem zsidó származású, hanem mostohapja volt zsidó. Ő zsidó származásúnak mondja magát, de a mostohapja, aki nagyon fiatal kor óta nevelte, azt hiszem holokauszt túlélő volt maga is egyébként. Ha jól tudom, akkor innen ered a dolog. De mi, hát ez mutatja azt, hogy mennyire nem jó, amikor zsidó külügyminisztere, vagy zsidó, ez az én meglátásom, nem jó, ha zsidó nagyon magas pozícióban van, például az Egyesült Államokban, mert sajnos sajnos nem a népét segíti, hanem éppen ellenkezője, hanem próbálva azt bizonyítani, hogy ő nem elfogult, ezért sokszor nem biztos. Akkor Izraelnek inkább hátrány, mint előny Anthony Blinken? Én azt gondolom, hogy igen. Biden elnök inkább előny, mint hátrány. Igen? Igen, Biden nem lehet az a vádolni, hogy ne volna Izrael párti. Biden jelenleg azzal lehet vádolni, hogy nem ura a helyzetnek, mert a pártját nem tudja féken tartani. De akkor szerintem ő belülről mást érez akár, vagy más az ő Izraelhez való viszonya, mint amit időnként most már nyilatkozatokban is tesz? Én azt gondolom, hogy amiket időnként nyilatkozatokban tesz, azok a jelenlegi politikai érdekét szolgálják a pártnak, nem pedig Biden elnöknek a személyes meggyőződése. Van annyira Biden pragma, ugye hát nagyon jó pofa dolog a személyes meggyőződés, no de hogyha rossz policy-k, a rossz döntések születnek, akkor a hajadra lehet kenni őket, tehát inkább ne szeresse annyira Izrael, de hozzon jó döntéseket, mintsem, hogy tehát ebben én nem kívánok ilyesmit mondani, de azt gondolom, hogy Biden elnök alapvetően nem Bidennel van a probléma. A 2020-as elnökválasztásban az összes többi demokrata jelölt sokkal rosszabb lett volna Izrael számára, mint Biden. De Biden nem ura a helyzetnek, Trump nyerésre áll az Egyesült Államokban, ezekben az említett Michigan-Nevada államokban, tehát ezekben a billegő államokban is vezet jelenleg a tudtuk szerint Trump. Ha ezt a két államot nem nyeri meg Biden, akkor bukja az elnökválasztást, tehát szinte biztos, tehát ez neki mindenképpen meg kell nyerni, ha nyerni akar. Ezért neki élet fontosságú az, hogy mi történik, és az a helyzet, hogy a demokrata pártban egyre több az Izrael ellenes hang, egyre hangosabb, egyre erősebb. Ez a republikánus oldalon nem tapasztalható? Nem.
Nem, nem, nem. Ott is vannak olyanok, akik nem feltétlenül és mindennel pontosan értenek egyet, de a republikánus pártban ez nem, ez semmiképpen nem. A Trump retorikájából sem tűnik ki semmilyen módon, hogy ő ne foly. Sőt, hát ki is mondta, hogy ő ugyanazt a policyt folytatná, amit 4 évvel ezelőtt abba hagyott. Azért érdekes, mert azt látom, hogy a Trump és a Netanyahu kapcsolata az viszont hullámzó. Időnként megsértődnek kölcsönösen egymásra, és szivárogtatnak a múltból ilyen mindenféle félmondatokat, de akkor szerinted, ha esetleg az a helyzet áll elő, hogy Trump nyer, és még mindig Netanyahu lesz kormányon, akkor ők fognak tudni együtt dolgozni? Én azt gondolom, hogy igen. Tény is való, hogy Trump ugye nagyon impulzív, és egyébként Trumpra az is elmondható, hogy nagyon személyesre veszi a figurát. Aki őt szereti, azt ő is szereti, és aki őt támadja, azt ő nagyon rossz néven veszi. Netanyahu valóban összerúgta a port Trumppal, egyébként csak virtuálisan, mert már Trump nem volt elnök, mikor Netanyahu gratulált Bidennek a megválasztásához. Ugye Trump azt nem érti, vagy nem akarta megérteni, hogy hát ez kötelező kör, tehát hogy ezt nem tudja Izrael megtenni, hogy nem gratulál, vagy hogy nem áll az éppen aktuális amerikai elnökkel. Még Obamával is kénytelen volt Izrael viszonylag jó kapcsolatot fenntartani. Még akkor is, ha Obama a mikrofonja időnként bekapcsolva időnként marad. Bekapcsolt, és az Obamánál rosszabb Izrael szempontjából amerikai elnök nem nagyon volt. Volt is ebből feszültség Netanyahu és Obama között, nem is kicsi. De én azt gondolom, hogy ezek reparálható kapcsolatok, arról nem is szólva, hogy eltelt 4 év, ez alatt az amerikai zsidó szavazatok tekintélyes része Trump irányába vándorol szépen lassan, és ezt Trump látja. Nem elégszik meg ennek a sebességével és méretével, de azt látja, hogy egyre inkább tolódik a republikánus oldal felé az amerikai zsidó szavazatok száma, illetve Trumpnak a háttéremberei, azok mégis olyanok, akik az alapvetően a policyt formálják, és ők pedig nagyon pro-Izrael és nagyon mondjam, igazságos szemléletű emberek. Akkor egy utolsó kérdés, hogy amikor az Ábrahám egyezményt úgy nézegettem, akkor még bennem volt ez a gondolat, hogy a végén még itt Trump üzletileg megoldja, hogy ez tényleg egy tisztán zsidó állam legyen ez a terület, és hogy eladja, vagy megveszi, vagy átrakja, vagy Katarba, vagy szóval kb. Ilyen ötleteim voltak. De volt, neki volt egy nagyon, Trumpnak volt egy nem jó, tehát ugye említette a kompromisszumot. Ugye a kompromisszum az azt jelenti, hogy a kompromisszum az a megoldás, ami senkinek nem jó, mindenkit hoz, mindenki számára tartalmaz kellemetlen, keserű dolgokat, de még mindenki számára élhető, és jobb, mint bármilyen más megoldás, mint egy háború. A Trump béketerv az én meglátásom szerint nem volt jó, de a politikai realitásokat figyelembe véve egy járható út. Egy reális béketerv volt, egy izolált palesztin állam, teljes mértékben Izraellel körbevéve, amelynek nincsen saját hadserege, tehát úgy tetszik egy enklávé, egy sziget Izraelen belül, de saját állam himnusszal, meg olimpiai csapattal, de hadsereg nélkül, átjárással Gázába, ami szintén egy palesztin állam, a kettő ugyanaz, csak van egy átkötő folyosó, és elképesztően sok pénz, hogy ebből egy Szingapúrt, vagy egy Monakót formáljanak ebből az egyébként palesztin államból. Jó megoldás ez? Nem. Van jobb megoldás? Az előbb említett 3 megoldáshoz képest ez talán az egy a realitásokat figyelembe. Az idő nem a palesztinoknak dolgozik, sajnos nem is nagyon Izraelnek. Trump béketervét a palesztinok meg se hallgatták. Tehát, hogy ez odáig jutott, hogy Jared Kushner Szaúd-Arábiában prezentált. A nagyszövetségesek, igen. Nekem ez volt a... Hogy miközben elsőre azt mondta, hogy ebbe biztos senki nem fog belemenni, hát láttuk, hogy az arab államok szépen felsorakoztak emel. Egyébként igen, és az Izrael sem egyezett bele nagyon, de nem is mondta rá, hogy ostobaság volna, tehát ő kivárt. Kivárt, hogy mit mondanak rá a palesztinok. Valószínűleg jól tette Izrael, hogy nem mondta rá az igent, mi vagy a palesztinok sem mondták. Ha a palesztinok rámondták volna az igent, akkor lehet, hogy Izrael is rámondja az igent, és akkor majd egy másik szituációban beszélgetünk. Ez nem történt meg, ez a történelmi hak kategóriája, úgyhogy ez nem történt meg. Jelenleg ez a két állami megoldásnak az egyetlen reális forgatókönyve, az egy ilyenfajta palesztin állam, máskülönben semmilyen realitás nincsen a két állami megoldásnak. Na hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, lesz miről még bőven beszélünk a jövőben, és hát a izraeli tűzszünet kapcsán most november után, az elnökválasztások után meg még bármi megtörténhet. Megyere Jonathan, köszönjük szépen. Én köszönöm szépen. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornákra, ajánlom, megyere.
kiderüljön a TEN-nak a csatornáját, arra is érdemes feliratkozni, sok érdekes tartalom van rajta, hallgassanak továbbra is minket. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.